Az új szerzeménnyel, a chilei válogatott centerrel, Manuel Suárezzel a keretben utazott el Sopronba a Nyíregyháza, amely az első negyed végére 5 pontos vezetést szerzett. A második 10 percben újabb 4 pontot tettek hozzá előnyükhöz a cápák, és a játék képe a folytatásban sem változott. 3 negyedet követően már 18 ponttal vezettek a vendégek. A házigazda az utolsó negyedben mindent megpróbált, de csak faragni tudott hátrányából, így a nyíregyháziak végül 8 pontos győzelemmel vetettek véget nyeretlenségi sorozatuknak. Nagyon elszánt csapattal érkeztünk, itt az új játékos is bár csak belecsöppent a dolgokba, de nagyon, nagyon jól átérezte, és ő is nagyon fogadkozott, mondta, hogy nyerni fogunk. Át kellett lendülnünk a holdponton, főleg az elején, mert zaklatott hetünk volt a sok utazással, de ez nagyon, nagyon rendben volt a csapat fejben, és nagyon jól járattuk a labdát az első félidőben, és ez nagyon, nagyon nagy kulcs volt. És a második félidőben a Sopronnak kicsit védekezésén változtatnia kellett, amikor pedig nagyon jó hátsó befutásokban és labda nélküli mozgással meg tudtuk őket verni. A forduló további eredményei a következők: Szolnok-Pécs 80-78, Szeged-Oroszlány 64-73, Atomerőműese Zalaegerszeg 72-80, Szombathely-Kaposvár 85-70, Debrecen-Körment 76-89 és Albafehérvár-Kecskemét 91-93. A tabella élén a Szombathely áll 100%-os teljesítménnyel, míg a Nyíregyháza továbbra is sereghajtó, egy győzelemmel is 6 vereséggel. Mohácsi Máté reményei szerint az első győzelmet követően megindulnak felfelé a tabellán. Természetesen nagyon vártuk, bár az igazsághoz hozzátartozik, hogy én azt gondolom, hogy az igazi szezon az most kezdődött számunkra. Ugye Tóth Gergely váratlan távozásával teljesen meg kellett változtatni a csapat összetételét, és bele kellett nyúlni jobban, hiszen nem maradt centerünk, illetve csak egy klasszikus centerünk maradt, és így a chilei válogatott Manny Suárez érkezésével egy teljesen új szezon indul el, és látjuk, hogy mennyivel jobban tud játszani a csapat, hogyha érkezik az a várovárt segítség, bővebb a rotáció, és jobban megy a labda is, úgyhogy nagyon örülök, hogy megjött, és annak is, hogy a játékosok egyből befogadták, és ilyen teljesítményt tudtak nyújtani ezen a mérkőzésen. A Hübner Nyíregyháza Blue Sharks legközelebb vasárnap lép pályára. Akkor a 3 győzelemmel és 2 vereséggel a tabella 5. helyén álló Körmend látogat a Continental Arénába.